sosem vagyunk fizikai környezet nélkül, és ezek olyan szépen sunyén bekúsznak a bőrünk alá, és ott munkálkodnak. Úgy, úgy alakítsunk ki irodákat, amiben könnyebb az embereknek mozogni, otthonokat, stb. Mennyire jó közlekedni azon a buszon, hogy mennyire jó dolgozni abban az irodában. A környezet pszichológia ezt vizsgálja, ezzel foglalkozik? A környezet pszichológia ezzel foglalkozik, tehát igazából, ha az alkalmazásról beszélünk, akkor ez a cél. Feltételezem az elmondottak alapján, hogy az otthoni környezet is jelentősen hat rá. Jó, bizony, hogy van ez, hogy az elején amíg rengeteg a szerelem, teljesen nem érdekel, hogy merre gödül a WC-papír. De aztán később ez bizony minden egyes alkalommal inkább így kéne, nem így, Aha. ahol nyomja meg a fogkrémet, maradjunk ezen, lehagyja a WC-deszkát, hogy tereget. Sokkal gyümölcsözőbb, hogyha a gyereknevelés kontextusát is ide vesszük. Tehát, hogy állandóan azt mondom a gyereknek, hogy miért nem pakolsz el akkor azért meg kéne nézni, hogy van-e hova. De úgy ugyanígy nem mindegy, hogy egy óvodában 25 gyerek van, vagy 30, mert ez megváltoztatja a viselkedést mélységében. Egy emberét is, több emberét is, rengeteg teritoriális konfliktus szülhet. Bejön két olyan fogalom, amelyet gyakran hallani manapság, a klímaszorongás, és az ökogyász. az ökoszorongás tényleg ökoszorongás, akkor mindenképpen valamilyen módon be kell őt kanalizálni valami környezetvédelmi aktivitásba. Ez bármi lehet, a szemetet szedektől kezdve, az akár még. Sok ilyen van egyébként, és akkor a helyére kerül, nem szűnik meg, ez nagyon fontos. Tehát ezt nem megszüntetni kell, ezt használni kell, mint egy ilyen energia. Sziasztok! A fizikai terek, a természetes és épített környezet befolyásolja a hangulatunkat, stressz szintünket, közérzetünket. Nem mindegy, hogy milyen térben élünk, dolgozunk, milyen egy város, vagy éppen egy épület kialakítása. Dr. Dul Andrea a környezetpszichológia neves szakértője, aki az 1990-es években lefektette itthon a terület alapjait. A környezetpszichológia a pszichológia és a környezet tudomány pontján helyezkedik el, és azt vizsgálja, hogy miként befolyásolják a fizikai terek, a környezet, az emberek közérzetét. De arra is kitérünk majd, hogy a manapság egyre gyakrabban hallott klímaszorongás mennyire jellemzi a mai kor emberét, és persze, hogy mit tehetünk ennek kezelése érdekében. Mielőtt belevágunk, ismerjük meg a nemzetközileg is elismert szakembert. Dr. Dul Andrea a környezetpszichológia kiemelkedő hazai szakértője, egyetemi tanár és kutató. Az Ötös Lorán Tudomány Egyetem Ember-Környezet Transzakció Intézetének igazgatója, az MTA doktora. Tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen végezte, ahol pszichológia szakon diplomázott. Kutatási területei közé tartozik az emberek és környezetük közötti kölcsönhatás vizsgálata, különös tekintettel a lakó és munkahelyi környezet pszichológiai hatásaira. Dr. Dull a aktív szerepet vállal a környezetpszichológia hazai és nemzetközi fejlődésében. Számos publikáció szerzője és gyakran tart előadásokat, workshopokat ebben a témában. Széles körű szakmai tevékenysége és elkötelezettsége hozzájárul a környezetpszichológia tudományának és gyakorlati alkalmazásainak népszerűsítéséhez. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, Dr. Dulandreát. Szervusz Andrea. Szervusz Andrea. Köszönöm, hogy Köszönöm elfogadtad be. a meghívásomat. Köszönöm. Köszönöm, hogy felajánlottad a tegeződést. Én szerintem mind a könnyebb lesz a beszélgetés. És a, uh, mielőtt a környezetpszichológia alapjait uh, taglalnánk, ugye ami az épített és a fizikai környezet emberekre gyakorolt hatásait vizsgálja, de feltételezem ennél azért többről szól, nagyon érdekelne, hogy hogy érzed magad itt ebben a stúdióban. Hiszen ugye a környezet, a, a mikrokörnyezet, a lakás, egy helyiség, az hat a hat a hangulatunkra, és hát hat, -hat erre a beszélgetés, is. Tehát még most szólj, hogyha esetleg valamit úgy érzel, hogy szeretnéd átrendeztetni velünk, hogy minél jobb hangulatban teljen ez a beszélgetés. Köszönöm a kérdést, mert én is akartam utalni erre, hogy milyen gondosan megteremtették itt a kollégák a személy oh. ahogy leültünk itt, és ez még egy különösen csavaros helyzet abból a szempontból, hogy nem csak a te meg az én helyzetem, hanem hogy a, a néző ebből mit fog látni, hogy mi hogy érezzük magunkat. Tehát ráadásul ez az egész odáig is terjed, hogy az ember, amikor a térben van, akkor érzékeli a térrel való kapcsolatát, erről majd beszélgetünk, és ezt aki nézi, az is látja, hogy az az illető hogyan érzi magát, mennyire komfortos, mennyire így úgy érzi magát, és ennek függvényében reagál. Tehát, hogy ezen tényleg nagyon sok múlik, első körben, hogy mi mit produkálunk itt, és aztán ebből mit vesz majd le a kedves néző hallgató. És ez, és ez ennyire, ennyire átjön a képernyőn is, tehát, hogyha nem érzi magát komfortosan, a vendég vagy akár a műsorvezető, akkor ezt a fajta diszkomfortot érzékeli a néző, és ez akár, ahogy mondjuk mi televíziós körben mondani szoktuk, kapcsolási faktor is lehet. Teljesen, abszolút nem biztos, hogy tudatosan, sőt, nagyon valószínűen nem tudatosan, de hát ezek, ha tetszik, evolúciós jelek arra, hogy a másik milyen helyzetben van ott. Ugye a helyzet egy szép szó ebben az esetben, mert hogy a, hely, a helye milyen és hogyan érzi ott magát, és ennek függvényében kalibrálná ki azt a lehetőséget, hogy ő hogyan viselkedne. Tehát egy kicsit ilyen alkalmazkodik, még akkor is, ha nincs itt, és ez teljesen lejön abból, hogy mennyire gördülékeny a beszélgetésünk. Nem akarnék terhet róni magunkra, de hogy mégiscsak így van, vagy hogy milyenek az egymásnak szóló gesztusaink, mennyit izgünk, mozgunk, ez mind ilyen nem tudatos jelzésként arról szól, hogy mennyire jó nekünk itt ebben a helyzetben beszélgetni. És ez persze általánosítható, tehát hogy mennyire jó közlekedni azon a buszon, hogy mennyire jó dolgozni abban az irodában, tehát bemegy az ember egy munkainterjúra, és megnézi így nem tudatosan, hogy a többiek hogy vannak, és már kapott egy üzenetet, hogy milyen lesz itt dolgozni akkor tulajdonképpen a környezet pszichológia ezt vizsgálja, ezzel foglalkozik, amit mi most ebben a két kérdésben próbáltunk valamennyire körbejárni? Ez mindenképp benne van. Tehát, hogy valójában most egy hatásról, egy hatásmechanizmusról beszéltünk, ügyesen megmutattuk, hogy milyen az, hogy a környezet nem tudatosuló módon hat ránk, és mi a mi viselkedésünkkel hatunk vissza rá, mert amikor arról beszéltem, hogy izgünk, mozgunk, akkor ugye a saját helyzetünket úgy igyekszünk megjavítani, hogy a környezettel teljesen kompatibilisek legyünk. Tehát ez a hatás. A környezetpszichológia ezzel foglalkozik, tehát igazából, ha az alkalmazásról beszélünk, akkor ez a cél, hogy ezeket a nem tudatosuló összeilléseket, össze, emberkörnyezet összeilléseket, össze nem ugye feltárjuk, és ilyen értelemben optimalizáljuk a környezethasználatot, tehát, hogy úgy alakítsunk ki irodákat, amiben könnyebb az embereknek mozogni, otthonokat, stb. És egyúttal persze az emberek is megtanulják, hogy a környezetnek hogyan lesz jobb a használata, és ezt épített természeti és virtuális környezetre is csináljuk. És hát persze, kutatás is van ehhez, mert ez nem jön ez a tudás a kis Tehát nem elég ez az evolúciós intuíció, ami minden embernél van. Tehát uh -huh. Minden ember kicsi környezeti szakértő, mert a testét mozgatja a térben ide-oda, hanem ezt nyilván meg kell kutatni tudományosan, ez és ennek az alkalmazása az, hogy hogyan lehet ilyen ember környezet összeillésesebb környezeteket kialakítani. Erről beszélgetünk mindjárt, de ugye, ahogy a bevezetőben is említettem, az 1990-es években te voltál az, aki Magyarországon lefektette a környezetpszichológia alapjait. Az Egyesült Államokban ö, kutakodtál a téma iránt, mert ugye ott már volt környezetpszichológia, de mi volt az az indítatás, ami téged arra ösztönzött, hogy ezzel külön foglalkozni kell? Ugye Magyarországon akkor még nem volt a pszichológiának ezen ága, és mennyire van összefüggésben a az építészettel, a, a, a tájépítészettel, tehát ugye ezen tudományágak vagy, vagy foglalkozások is szervesen kell, hogy kapcsolódjanak a te tudományos területedhez. Így van, hát ezért mosolygok ilyen sejtelmesen, mert szép emlékeket ébrez bennem a kérdésed, nagyon egyszerű, mindenféle önéletrajzi hosszú szöveg nélkül, de nagyon egyszerű volt az alaphelyzet, a Debreceni Egyetemen diákként tanítottam, és mentem a másnap majd vizsgáztatandó kollégáimmal, a, tehát a többi diákkal a villamoson, és arról beszélgettünk, hogy ki milyen furcsa helyzetekben tanul otthon. Tehát, hogy szeret valaki zenét hallgatni, van, aki sétál, van, aki fejen áll, van, aki tornázik, nem tudom, És mondtam, hogy de jó pofa lenne, holnap ugyanabban a helyzetben vizsgáznátok, mint ahogy megtanultátok, már hogy lehet, hogy ez segítene, és ah. ezen elnevetgéltünk, de kipróbáltuk és elképesztően, sokkal jobb volt a teljesítmény. Élen. És akkor ez elkezdett engem izgatni, hogy ez hogy van, hogy a környezeti, úgy hívjuk, mi a környezeti kontextus, hogyan segít, akár a felidézésben, vagy a sonlókban, és aztán hát ez izgatott, és nem volt semmi ezzel kapcsolatban, itthon, és ennek kapcsán mentem ki Amerikába, és akkor már egy ideje csináltam ezt a dolgot, és akkor kiderült, hogy amit én csinálok, azt úgy hívják. Ott, hogy környezetpszichológia, csak egy kicsit másképp, mert én emlékezett kutatással akartam foglalkozni, és a környezetpszichológia mindenhol a társas viselkedésből nőtt ki. Én nagyon gyakran a társakat értjük környezet alatt. Tehát meg arról beszélünk, hogy iskola, akkor ez a többi tanuló, a tanárok, és senki nem kalkulálja be az épületet. Uh -huh. És mi meg, én meg elkezdtem azzal foglalkozni, hogy az milyen, hogy az osztály az, az osztályterem is. És akkor innen indult el ez a gondolkodás. Tehát igazából folytatta is a külföldi hagyományokat, de valami nagyon Speciális magyar felhanggal. Úgyhogy mondhatni, a hogy, ez, ez, hogy, hogy ez az emberből magából, tehát az emlékezetből a fejben levő folyamatokból indult ki, és nem a személyközi kapcsolatokból. Igen, De egyébként a, a személyes kapcsolatok az ilyen fajtán vett környezet, az osztálytársak, a csoporttársak, is a környezet fogalom körébe tartoznak? Te, nagyon köszönöm a kérdést, mert elúsztam volna a fizikai környezet felé. Hogy ne, ezért beszélünk szociofizikai környezetekről, mert hogy igazából senkit nem érdekel a környezetpszichológusokból a maga a fizikai környezet, hogyha nem használja ember. Tehát a szoció Összetétel jelenti azt, hogy az emberek, a fizikai, meg azt, hogy a fizikai. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy egy stúdió, akkor az beleértődik nyilván a fizikai környezet, az eszközök és egyebek, és beleértődik a használó is. Tehát, hogy mindig, mi nem, a pszichológia az tehát nem hagyjuk ki az embereket, csak úgy mindig megnézzük, hogy mind, milyen mederben, vagy milyen konténerben folyik ez az egész. És hát kérdezted, igen, az építészet, tájépítészet, design és még sorolhatnám, tehát az antropológia, és nem csak a tervező szakmák, hanem mind azok a szakmák, amik foglalkoznak a fizikai környezettel, több-kevesebb hangsúlyjal az emberre, azok mind a partnereink, és egyre inkább szövődik ez össze. Ez egyébként a környezetpszichológia egy kicsit ilyen értelemben már fel is hígul, csak ez nem egy pozitív szó, de hogy felgazdagodott, mondjuk így, a Igen. többi tartalommal, már nem is feltétlenül környezetpszichológiának hívjuk, hanem én már itthon nem lesz szép, amit mondok, de hogy mégiscsak ember-környezettranszakció tudomány. Tehát szóval ez hosszú és bonyolult, de ez már jobban kifejezi azt, hogy ebben már építészek dolgoznak, műemlékvédelmi szakemberek dolgoznak, urbanisták dolgoznak, a pszichológusokkal együtt. A pszichológia ö, kapcsolódását, vagy akkor tulajdonképpen a környezet pszichológus munkáját nem is úgy kell elképzelnünk, mint a klasszikus értelemben vett pszichológust, aki leül és mondjuk egy per egyben beszélget a különböző lelki problémákról, hanem akkor összességében próbál egy megoldást találni a fizikai épített környezet és az ember kapcsolatának Kisimulása, vagy a, vagy, a, vagy a legideálisabb meglétéhez? Úgy van, pontosan, tehát amíg egy mondjuk egy, ezt, ezt sem mondom azt akartam, hogy hagyományos, de ez olyan lenne, mint a hagyományos mosóporszal, nem. Tehát, hogy egy, egy pszichológiai paradigma szerint dolgozó pszichológus, ha mondjuk van egy iskolai bántalmazás, akkor beszélget a gyerekkel, beszélget a pedagógus szülővel, mindenkivel. Tehát így, így dolgozik. Mi meg ilyen esetben azt megnézzük azt is, hogy hol történik ez a dolog. De van beszélgetés is, tehát van, Abszolút. van, van egy. Abszolút, hogy egy... Persze, tehát nem, nem, fejtjük meg a környezeti helyzetek alapján, hogy mit gondolnak az emberek, ennyiben jó a pszichológusság ebben a dologban, hogy, hogy mi azokat a történéseket, amik ott tényleg megfigyelhetők, azokat mindig kiegészítjük a pszichológiai feltárással. Ez lehet kérdőív, lehet interjú, lehet nem tudom mély fókuszcsoport, bármi. Tehát a teljes pszichológiai eszköztár mozog, csak ez kiegészül egy ilyen emberkörnyezet kapcsolati tudással, és belekerül egy kontextusba. De itt tulajdonképpen, amikor mondjuk egy interjúk, és akkor próbálok egy picit pragmatikus lenni, amikor mondjuk egy munkahelyre, egy munkakörnyezetbe elmentek, vagy kollégákkal, vagy mondjuk te elmész. És azt mondod, hogy, hogy, hogy akkor próbáljuk a legideálisabbá tenni a környezetet, és akkor mennek az interjúk, akkor a, a beszélgetések során te kifejezetten arra fókuszálsz, hogy abban az adott munkakörnyezetben hogy érzi magát? Vagy pedig ott egy általános jól létet próbálsz feltérképezni, és abból próbálsz következtetni, hogy annak az ő állapotában milyen, milyen hatása van a munkakörnyezetnek. Nem tudom, lehet, hogy bonyolultan teszek fel a kérdést. Nem, és... nem, mert ez volna a hagyományos menet. Erre azt tudom mondani, hogy, hogy igen, amikor a beszélgetés zajlik, akkor mindig ezekre fókuszálunk. De az előbb ugye mondtam, hogy ez egy nem tudatosuló dolog. Szóval most mi már nagyon jól egymásra figyelünk, és nem nagyon figyelünk arra, hogy azért van egy alapzúgás. Már nem fog behalatszani, de hogy hogy azért mi ezt halljuk. Igen. Tehát, hogy a fizikai környezet, ez ha tetszik, hanem nem tudatosul, se rövid távon, se hosszú távon. Van. Tehát, amikor megkérdezem a munkavállalót, hogy hogy érzi magát, akkor csak azt tudja elmondani, ami az ő tudatos figyelmébe benne van. Uh -huh. És már nem figyelünk az ugásra megint. Tehát, hogy ennyi ideig tart az, ameddig oda tudunk figyelni a fizikai környezetre, és egymásra figyelünk. Ez egy ilyen evolúciós túlélési dolog, hogy a, ez ő, ő megitat, de hogy egyébként az asztal mondjuk nem fog engem megsegíteni, de ha most rosszul lennék, akkor te igen. Uh -huh. Tehát van egy ilyen, hogy az emberekre kell a tudatos figyelemnek mennie. Úgyhogy nem nagyon tudunk tudatosan interjúzni erről. Csak olyan esetekben, ahol kirívó eltérés van pozitív vagy negatív irányba. Úgyhogy ezt minden mással csináljuk, tehát a nem tudatosuló dolgokat, a megfigyeléssel rögzítjük a viselkedéseket, azt mikroelemzéssel megnézzük, hogy ott mi történik, esetleg magával a felhasználóval leülünk, és akkor végig beszéljük ezt. Olyan, hát ilyen furmányos kérdéseket teszünk fel, ami nem direktben kérdez arra rá, de lehet következtetni, hogy mi lesz. Szóval ki kell deríteni ezt a nem tudatos összeillést, vagy összenemillést, és akkor azzal kell Fogozni. És a beavatkozás az többnyire két féllel megy most a szociófizikaival, tehát hogy nyilván lehet edukálni, vagy valamilyen módon segíteni a felhasználót, és többnyire változtatni kell a környezeten is. Hm. És akkor újra meg kell nézni, hogy ők hol találkoznak. Tehát ez egy ilyen macerás követéses munka, nem egy ilyen varázsütésre. Hát meg gondolom, az is macerás lehet, hogy egy munkahelyen többen dolgoznak. A, munka, a munkakörnyezetet viszont egyszer egyfajta féleképpen tudod megváltoztatni. Tehát, hogy akkor itt egy, egy, egy ilyen kompromisszumot kell hozni tulajdonképpen a fizikai tér megváltoztatásában, hogy az mindenkire pozitívan hasson? Azért is ezt, ezt a szállat hagytam elhalni, hogy, hogy minden egyes esetben másként kell ezt csinálni. Tehát nincsen egy ilyen általános recept. Van, amikor, tehát személy összeélés, az minden egyes esetben más. És ugye személyek, környezet vagy környezetek, mert az se egy van. Tehát van ebédlő, van az én helyem, van az ő helye. tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult, milyen, nem is tudom micsoda térkép, ami, aminek egy része tudatos, és tudom, hogy most én nem szeretnék ott ülni, ahol te meg te, de hogy lehet, hogy szeretnék valójában. Tehát egy csomó ilyen nem tudatosuló rétege van a dolognak. Ez ez ennél sokkal bonyolultabb. Úgyhogy ami kirajzolódik mintázat, annak egy részét lehet, hogy az átlaghoz kell igazítani, vagy lehet, hogy vannak akár kényszer benne, mert hogy nem tudunk mit csinálni. Tehát, ha szeretnék nagyobb helyiséget, nincs. Uh -huh. Tehát, hogy ez van. Akkor ezeket a folyamatokat máshol érdemes kompenzálni. Azt ki kell találni, hogy hogyan, hogy akkor mondjuk legyen neki nagyobb territóriuma, hogy legyen egy egyértelműbb hozzáférés bizonyos dolgokhoz, vagy kap egy látványt. Uh -huh. vagy, vagy mi fog történni? Tehát ez tényleg egy ilyen finomra ennek a dolognak, egy sok, sok húros hangszer, vagy egy sok hangszeres zenekar, amit ahhoz a helyzethez kell adaptálni, amiben éppen dolgozunk. A munkádnak vagy a munkátoknak hány százalékát teszik ki ezek a konkrét esetek? Vagy inkább kutatással foglalkoztok, és nagyobb léptékben gondolkodtok, vagy vannak tényleg ilyen jellegű megkeresések, amikor konkrétan munkaállomásokra kell elmenni, és ott kell ilyenfajta problémákat megoldani. Hát most már nagyon boldogan tudom mondani, hogy hogy az életem, meg a, ennek a területnek a működése is elég teljes, azért ez alatt a durván a 30 év alatt. Ami alatt ez így ah, kiformálódott, ami alatt kiformálódott, azért ez így most már szépen lüktet és él. És egy úgy alakítottam ki az infrastruktúráját ennek az egésznek, hogy három lából áll minden, tehát, hogy mindig van képzés, tehát nyilván, ha én meghalnék, akkor is legyen, aki viszi ezt a tovább. Szóval, hogy legyen utánpótlás nyilván, tehát mindig van képzés, de amiket tanítunk, az mindig nagyon nagy százalékban valahogy kapcsolódik a gyakorlathoz, rengeteg felkérés van most már, és mindjárt léptékről is beszélünk beszélek egy picit, és mindig kutatunk is. Tehát mivel ez egy fiatal terület, ráadásul egy csomó nyilván magyar specifikuma van, tehát nem tudom átvenni az olasz otthonokkal kapcsolatos tudást egy-egyben, mert egy magyar kultúrában ez teljesen más, ugyanígy az iroda használ, szóval nagyon minden más, úgyhogy mindig kell kutatni, tehát a kutatás, projektek, oktatás az ilyen szépen egy ilyen háromszögben éldegél együtt, és egymást táplálják. Vannak felkéréseink, és nagyon sok fajta léptékben, tehát most már ez kevesebb, de volt tárgyakra vonatkozó is, tehát akár egy tárgy, hogy annak a használata ilyen, olyan, nem olyan, ez hogyan lehet rajta javítani, vagy mondjuk nem lehet megkülönböztetni. Hát, a szem? hamisított tárgy mondjuk nem Különböztethető az igazitól, és akkor hogyan lehet egy picit az igazit úgy megsegíteni, hogy ne olyan könnyen tévesszék össze. Vagy a használat nem oké, okay, mert hogy valahogy. De ez bocsássák, ez, ez, ez pszichológia? Tehát, hogy ez, persze, ez a pszichológia tárgya? Persze, hát ez észre is, abszolút igen, Aha. hogy mennyire fogom észrevenni azt a helyzetet, amiben az a tárgy van, vagy éppen a használatát egy kicsit másképp kell fogni, vagy a, a logója, az emblémája, Tehát, hogy ezt meg kell vizsgálni, hogy mitől hasonlít annyira, hogy az emberi észlelés nem képes jól megkülönböztetni, de hogy abszolút vannak helyiségek, tehát irodák, lakberendezési helyzetek, tehát ilyen otthonnal kapcsolatos dolgok, és vannak nagyobb léptékek, tehát középületek, utcák, közterek, település szinten van már az ez egész. Tehát most éppen a legújabb helyzetek, azok ott, ott, urbanistákkal dolgozunk, településeknél, ilyen zsugorodó kis településeken azon dolgozni, hogy meg tudják tartani az embereket. És itt a fizikai térnek az épületek mienségének van jelentősége? Hát a használatának, igen. Hogy hogyan használják az adott épületet? Hát mondok egy rövid példát, ha lehet, hogy, a, hogy kis, mindegy, nem nevesítem, egy kis település, két 300 fős lakóval, és ugye nincs munka, gyönyörű természeti hely, de nincs semmi Gyakorlatilag azon túl, hogy szépet lát az ember. És akkor az volt a koncepció, hogy megnövelni, megduplázni a lakosság számot, és ezt minden eszközzel. Tehát teljesen mindegy, hogy hollandok jönnek, svédek jönnek, hinduk jönnek, bár, bármi, uh -huh. csak legyenek sokan és kiderült hosszabb manőverezés után, hogy ez nagyon furcsa lesz, mert hogy az emberek igen, azt mondták, maradjon meg a település, mindegy, jöjjenek, de hogy azzal senki nem szembesült, hogy ha megduplázódik a település szám, akkor dupla ideig kell állni a sörére a kocsmába, dupla annyi kenyér kell, dupla méretű bolt kell, szóval nem egyszerűen dupla, hanem hogy ezzel foglalkozni kell, hogy egyszerűen ki fogják Nőni. nyomni Igen. a település oldalát, és nincs hova, mert hegyek között van. Tehát, hogy, hogy nem volt reális. Ez az egyébként nagyon jó dolog, és most 300 meg 600 emberről beszélünk, tehát úgy tűnik, hogy nincs a különbség. De úgy ugyanígy nem mindegy, hogy egy óvodában 25 gyerek van, vagy 30, mert a 25 az két darab szociálpszichológiai kis csoport, körülbelül 12-13 ember az még működik együtt. Ha már 30 lesz, akkor már nehéz lesz, mert a Három szociálpszichológiai kis csoport már nem fog. Tehát, hogy nem annyi történik, hogy hozzáadok két embert, vagy még egy helyiséget beteszek, nem ennyi, hanem ez megváltoztatja a viselkedést mélységében. Egy emberét is, több emberét is, rengeteg teritoriális konfliktus szülhet. Azzal, hogy azt mondom, hogy serdeszk rendszer van egy irodában, nagyon jól megoldottam a dolgokat, de az emberek el fognak kezdeni reggel korán bejárni, hogy befoglalják azokat a helyeket, meg befoglalja hónapokra előre az Excelbe, ami az ő helye volt. Uh -huh. És hogyha valaki befoglalja, akkor konfliktus lesz. Igen. Lehet, hogy nem üti meg, vagy nem fogja felrángatni, mint mondjuk egy Csimpánc tenni, de egyébként rossz érzésekkel megy be nap mint nap, hogy panyag ülnek hmm. meg in a helyemen, és akkor lehet, hogy nem manifestálódik ez a dolog, megmarad itt a nem tudatosuló részbe, de ott munkál. Igen. Ja, és bocsánat, nem akarnám ezt hosszan csak, hogy, és ráadásul meg vagyunk azzal a tulajdonságunkkal áldva, ahonnan indultunk, hogy nem a helyzetre figyelünk, zúg, ugye? De rám Igen. figyelsz, és Aha. én is rád, hogy nem a helyzetre figyelünk, hanem egymásra, és ebből kifolyólag egymásnak tulajdonítjuk. A rossz dolgokat. Ja, tehát tehát nem, az is... fog, nem azt fogom észrevenni, hogy nincsen Kicsi. hely, uh -huh. hanem hogy ott ül ez a szegény, szerencsétlen, már megint ott ül, az én helyemen ül, és körülbelül így fog változni, ahogy ránézek. És akkor egy picit maradva annál a példánál, ahol nem nevesítetted a települést, hogy ha van egy ilyen adott település, ahol ugye mondtad, hogy fizikailag nem nagyon van lehetőség a, a növekedésre, akkor mit tud tenni egy környezetpszichológus ebben az esetben? Tehát feltételezem, nem tudsz 300 emberrel elbeszélgetni és megértetni velük, hogy egyébként majd jönni fog még 300 ember, mert nem ez a megoldás. Hogy akkor mi lehet egy ilyen esetben a megoldás, és ezt lehet tulajdonképpen konvertálni egy olyan szituációra, amelyet szintén említettél, hogy mi van akkor, hogyha pici a munka kör, a munkaállomás, munka ahol nem tudjuk növelni a területet. Ott ugye elmondtad, hogy lehet egy picivel nagyobb teratóriumot létesíteni az adott egyénnek, vagy más Hátteret nem tudom, de hogy akkor a, a, annál a projektnél mit lehet, vagy mit lehetett tenni? Hát, és ráadásul nem csak, hogy nem tudunk mit tenni, hanem nem is a mi dolgunk. Tehát, hogy nem azért nincs nálam vesző, amivel én majd ezt megoldom, hanem ez is itt is, hogy mit tehetek, az megint csak egyéni, meg együttműködési elbírálás kérdése. Tehát ebben a konkrét esetben az történt, hogy a, a polgármesterrel, tehát akik valójában tudnak a dologban döntést hozni, vagy intézkedni, őket, nekik mutattuk meg ezt, hogy mennyire széttagoltatás, Elpülés, hogy milyen ez az egységesnek és lelkesnek gondolt populáció, akik azt mondják, hogy ide az összes embert a világból, hogy valójában megosztottak ebben a tekintetben, hogy a térhasználat is, tehát megmutattuk, amit megtudtunk ö, ezzel kapcsolatban. egy korképet adtatok, hogy igen, egy, egy, egy látleletet, a... igen, és akkor azt tanácsoltuk, hogy ez egyrészt kom... tehát ő már tud az emberekkel beszélni, ő már be tudja egy csomó ilyen részvételi dologba, be tudja mondani az embereket, úgymond most csúnya szóval meg tudja dolgozni őket, tehát hogy át tudja dolgozni ezt az ügyet úgy, hogy ő is az igényeit idomítsa ahhoz, amit a közösség akar, és a közösség is megértse, hogy ő mit akar. Ha nem oldódott meg ez a dolog azóta se, de az biztos, hogy elindult egy érdemi párbeszéd. Tehát ezt, ennek a részét, ennek örülni kell, mert ez sincs mindig. Uh -huh. Tehát ez is már egy eredmény, de a konkrét megoldás kidolgozása sok esetben az ő dolguk, tehát egy településnél ezt nekik delegáljuk vissza. Egy irodában, vagy egyéb, egyéb ilyen helyzetben a felkéréstől függ, hogy mi mit fogunk csinálni, akkor az előfordul hogy fókuszcsoportokkal, vagy tréningekkel, vagy oktatással akár, mert sokszor elég az, hogy tudatosítani az emberekben a térhasználatot, akkor ezzel meg lehet segíteni a dolgokat. A túl nagy tér se jó, vagy egyéb más módon nincs összeillés, akkor azt meg lehet kezelni. Tehát van, van amikor ezt mi magunk végezzük, de van, amikor ez a küldetés, hogy megtanítani, a, és ezért csinálunk például most egy olyan idős otthon ilyen guide ami a, meg a településeknél is nagyon gyakran hagyunk ilyen jó gyakorlatok ügyet, mert ráadásul az idő is telik, tehát hogy nem úgy van, hogy 2014-ben ezt kimondtam, és 2024-ben is így vannak a dolgok. Változik tehát egy pár minden. hónap alatt is változik Aha. minden, és ők élnek ott, nem én. Hm. Tehát hogyha ilyen jó irányvonalakat kapnak, akkor egész másképp az a tapasztalat, hogy egész másképp tudnak bánni ezekkel a helyzetekkel. Feltételezem az elmondottak alapján, hogy az otthoni környezet is jelentősen hat ránk. Ha bizony. <laughs> Akkor ez egy külön kérdéskör lehet, hogy mennyire hat ránk, és mennyire tudjuk az ott szerzett esetleg feszültséget bevinni a munkahelybe. Gyakran tapasztalom azt egyébként, hogy valaki hazamegy, és nem a a pihenés és a megnyugvás szigetét látja az otthonában, hanem a munkát, hogy ott megint kupi van, megint mosogatni kell, takarítani kell, füvet nyírni, és egy csomó gondot, problémát, és egyszerűen nem tud hova menekülni, ha pihenni szeretne. Mit tudunk tenni annak érdekében? És ilyen esetekben is fordulhat valaki környezetpszichológus, vagy van, hogy egy pszichológiai terápia során derül ki, hogy hoppácska, itt igazából a probléma forrása az az, hogy az otthoni környezet nem megfelelő? Hát erre én szintén nagyon büszke vagyok, hogy ez van már, mert én magam nem foglalkozom terápiával semmilyen ilyen módon, de például a Családterápiás Egyesület Magyarországon, nem reklázom, őket, nyugodtan. ők a, ők a, a, a terepe ennek a dolognak. Már abszolút. Tehát, hogy van az a helyzet, amikor akár még egy ki nem bontakozott családi, tehát nem kell eljutni a vállásig, nem biztos, hogy a, hogy a vállásnál derül Oda mondjuk egy ilyen jellegű hát, hát abszolút. Hát, absz hát, mindenki végig gondolhatja, hogy hogy van ez, hogy az elején, amíg rengeteg a szerelem, teljesen nem érdekel, hogy merre gördül a WC papír, de aztán később ez bizony minden egyes alkalommal. Inkább Igen. így kéne, nem így. Aha. ahol nyomja meg a fogkrémet? Maradjunk Igen. ezen, lehajtja lehagyja a wc hogy tereget, engede vizet a poharába, hogy rakja ki a szennyes. Tehát kis millió. Utána nálunk <síns> Nálunk is ez van. <síns> Igen, szóval ilyen, nem, ezek a nem tudatosuló izécskék, ilyen Igen. kis bosszantó dolgok, amik, amit addig lefed a szoció. Tehát, amíg olyan nagy a rajongása, nem látom, hogy nem szereti a citromfagyit, de uh -huh. mikor már kezdem látni, akkor azért meg gondolom, hogy jó, hogy hozzámentem, Szóval na, na, ilyen szintekig, tudja, megkérdése a térhasználat, becsukja az ajtót, nem. Miért nem akarsz velem beszélgetni? Hát csak egy kicsit szeretnék egyedül lenni. Nem szeretsz? Uh -huh. Tehát Elképesztő skálája van ennek, és mondom, ebbe az a pszichológiai csapda, hogy mivel ezeket a helyzeteket nem annak fogjuk tulajdonítani, hogy nem zárja le az ajtó, vagy hangosabb, nem tudom, hogy micsoda, hanem annak, hogy ez a alak már megint nem figyel rám, és megint hogy teszik ki a barna pulóverét, és már megint nem találja a fűvizét, a zöld paprikát a hűtőbe, és engem átpakol mindent. Szóval elképesztő. És a, a családterápiás, egy terápiás helyzetben is, ennek külföldön már elég nagy hagyománya van, hogy azt se egy ilyen légüres térbe kezelik. Tehát az, hogy ki használja az autót ma, ki hova ül. Vegyünk egy karácsonyi példát, hogy ilyen tágra vigyük, hogy van egy kis, hol szokott ülni a nagyapa, és akkor ma megjelenik a lányom elhozza először a barátját, és az klasszul leül a nagyapa helyére. Na most akkor melyik normát fogom megsérteni? Karácsony van, nagyapa húsz év óta először nem ül ott, ahol szokott, vagy a vendéggel leszek udvariatlan. Mit választok? Feszeng az egész család, el van cseszve a karácsony, köszönöm. Tehát, hogy ne higgyük, hogy ez nincs, én mindig csak azt szoktam mondani, hogy ezek a dolgok mindig ott vannak. Sosem vagyunk fizikai környezet nélkül, és ezek olyan szépen sunyén bekúsznak a bőrünk alá, és ott munkálkodnak és egy ilyen esetben mondjuk egy otthoni családi mikrokörnyezetben mi az ami segíthet egy egy párterápia, ami megérteti az egyik és a másik esetleges problémáját a másikkal, vagy pedig akár mondjuk a, a környezet megváltoztatása Hát igen, csak ugye annak is meg a, a, csapdái, tehát ez egy nehéz, nehéz ügy, tényleg nagyon nehéz ügy, mert hogyha én jó szándékból átrendezem a lakást, és a nagymamának, hogy legyen kellemes neki, akkor lehetséges, hogy ezzel kicsit tolom a megbetegedés felé, mert azt a 40 évet, amit, amiben ő ott leért, és ugyannyi szorgott, és ugyanilyen hupli van az ágyban, de Aha. azt szokta meg, egyszerűen felboríthatom a személykörnyezet összeélését, ez a nagy pink uh -huh. villodzó fogalom itt most. Tehát, hogy ez, ez saját most megint nem ilyen egyszerű. van Vannak azok a helyzetek, és én nem mondom, hogy minden esetben pszichológushoz kell rohanni, nem erről van szó, az ember nagyon ügyes. Tehát nagyon sokszor megoldja ezt azzal, hogy akár azt mondja, hogy hát ez nem is olyan fontos végül is, és akkor kikerül ebből a csak ennek néha ára van, nem mindig. De van, hogy megoldódik az, hogy hát fordítsuk már szembe a széket, és akkor uh -huh. elkezdjük jobban látni egymást, és ez a folyamat elindít valami ilyesmit, vagy próbáljuk ki, hogy nyitva hagyjuk ezt az ajtót, és akkor mi történik. Tehát, hogy van azért erről egy laikus tudásunk. A szakértő akkor jó, ha belép, amikor ez már túllép egy olyan fokot, amikor már egyik se tudja megoldani, és nyilván elkezdik egymást onnantól bántani, akkor már előfordul, hogy szakemberhez mennek, és ott jó, hogyha a szakember ezt tudja, hogy ezek sem légüres térben vannak. Tehát, hogy megfelele az otthoni tér, de egész odáig visszamehetünk, hogy közösen vették-e. Vagy pedig azt gondolom, hogy ő vette tehát az övé. Uh -huh. És akkor anyósnál lakunk, -e. tehát kismillió dolog. De az akkor ugye a szakmát és a szakértőket említetted, hogy jó, ha ezt tudja. Tisztában vannak a szakértők, a, a minden kollégák minden. azzal, hogy a környezetünknek mekkora hatása van a pszichére? Nem, nem, hát ez nem egy unió. Tehát azért o, o, erre nem tudom, hogy mit mondjak, hogy ez elő fog-e fordulni hát, valaha. Nem csak, bocsáss meg, csak azért, mert hogy egy terápia során ö, ö, viszonylag én úgy tapasztaltam, hogy ritkán ö, jön elő. A fizikai környezet, és az, hogy én hogyan viszonyulok bizonyos környezethez. Tehát a, a lélek, az igen, természetesen a családi, a párkapcsolati, a gyerekekhez való viszony, egy csomó minden felmerül, feltételezem azért, mert ezt hozom elő, de hogy nem éreztem még soha azt, és nem is nagyon hallottam még soha azt, hogy bármely terapeuta, pszichológus, pszichiáter mondjuk a fizikai környezet felé terelte volna, a beszélgetést. Holott lehet, hogy ott volt a kulcs, vagy ott volt a, a megoldandó probléma, és hogy akkor ezért hát, ezzel ott is. Van, ott vagy is, ott is. Tehát, hogy azt is érdemes lett volna bevonni. Nyilván egy nagyon erőteljesen szionalitikus kollega sose fog ezzel foglalkozni, vagy azzal fog foglalkozni, hogy a, a embernek az anyjával való viszonya, meg a nem tudom, szexuális élete, meg ilyesmi, de hát ez se ott lebeg. Tehát anyámmal is találkozom valahol, vagy emlékeimben őrzöm, hogy milyen volt a térhasználatunk. Szóval, hogy nyilván az a tapasztalat most, hogy így azért a kollega. tehát ő nem csak a tájépítés, Építészeket kezdi ezt besodorni, vagy az építészeket, hanem nagyon sok olyan felkérést kapok, hogy olyan kollégáknak tartsunk ilyenfajta tanfolyamokat, vagy tartsak előadásokat, akik nagyon a belőre. Fókuszálnak. Uh -huh. Hát a pszichológia nyilván úgy lett tudomány, hogy azt mondta, hogy az, ami belül van, az nem egy ilyen köd, nem egy ilyen izé, gomolygó valami, amivel nem lehet foglalkozni. Tehát persze, hogy ez a másfél száz éves tudomány büszke arra, hogy a belsőnket megérti, és nem fordul rögtön kifele. Hát sőt, óriási ellenérzés volt azért, Tehát nem volt ez egy ilyen habos babos 30 év. Uh -huh. Én személy szerint is nagyon sokat szenvedtem ebbe. Tehát nagyon sok sírás volt, nem vagyok az a sírós fajta. De hogy mi ebben a pszichológia típusú kérdés? és ez igaz. Tehát ez egy teljesen másik szemlélete a dolognak, úgyhogy nem olyan könnyű ezt benyelni, és nem gondolom azt, hogy mindig használni kell. De hogy a való élet szempontjából nézve sokkal gyümölcsözőbb, hogyha a gyereknevelés kontextusát is ide veszük. Tehát, hogy állandóan azt mondom a gyereknek, hogy miért nem pakolsz el? Akkor azért meg kéne nézni, hogy van-e hova. Igen. És ugye egy örökös játszmává fog menni a dolog. Miért így dolgozom? Miért nem ott van? Meg van az az íróasztal magasság, ahol a, és ez csak az elemi szint. Hm. Úgyhogy, tehát ez egy nagyon hasznos dolog, de nyilván nem kötele, Tehát enélkül is hatékony tud lenni a pszichológia, mint ahogy hatékony tud lenni az építészet is enélkül. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy extra dolog, most még extra, amivel még hatékonyabbak lehetünk. De igazából csak pont az jutott eszembe, hogy a szexualitás csak egy fél mondattal behoztat, hogy az is ugye, probléma forrás szokott lenni, hogy igazából tényleg baromira nem mindegy, hogy milyen környezetben történik mondjuk egy aktus. Hát, és persze. lehet, hogy valaki azért nem érzi jól magát, mert mondjuk a hálószobában nem érzi jól hát magát. És örökre, vagy hosszú Utána, távra. utána hát az persze. mindent visz magával. Igen. Én én és én hát nem. ugye emlékezünk, tehát hogy nem csak nyilván nem csak a szexualitásban, de hogy ilyen ütősebb élet életterületeken, ahol nehéz jól, jól lenni, vagy nem, nem olyan könnyű, ott azért bejöhet az a legutóbb nem tudom uh -huh. én, sötő, sötét pókálós alkalom. Igen. És akkor nyomja az egészet. Extraként említetted, hogy ez most még extra. Akkor Igen. mennyire nyitott a szakma a környezetpszichológiára? Az tök jó, hogy akkor te e, igyekszel edukálni a kollégákat e, erre a területre is, de mekkora a hallgatókban a nyitottság arra, hogy erre specializálódjanak, és mekkora a már végzett pszichológus, pszichiáteri közösség nyitottsága arra, hogy akkor ezzel a területtel is foglalkozzanak. Szerencsére most már jó a viszonyunk, ez a, és tényleg azt gondolom, hogy az elején azért nem volt jó, mert hogy ez nehéz volt egy ilyen belőre fókuszáló tudománynak megérteni, hogy meg kell behozni a ülést a villamoson, tehát ha nem él, nem lélegzik, nem simogat vissza, ha szeretett, tehát hogy nem, nem is semmiféle partnerség nincs, pedig van. De azt gondolom, hogy most már ennyi év alatt megértették, és nyitottabbak is ezekre a dolgokra, vannak posztgraduális képzéseink is, lehet, most már, most már, eh, hogy a másik lábát is említsem, hogy a, az ökológiai fenntarthatósági kérdésekkel is foglalkoznak, most már szakpszichológusok, tehát az is, az is van, és van ez az emberkörnyezet kapcsolati szakszichológus is, most már van rajtam kívül néhány, konkrétan három. Uh -huh. Tehát, hogy éppen most vették át a diplomájukat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyitottság van, szemléletformálás lehetőséget. Azt mondtad, hogy mennyire másképp még a beszélgetés elején, hogy nem tudsz nemzetközi mintát vagy példát átültetni a magyar valóságba, hiszen másképpen működünk, de a nemzetközi együttműködés ettől függetlenül ezen a területen ö, meg tud valósulni? Ó, hogy nem, persze. Hát mondjuk én, amíg ebben dolgoztam így az elején, tekintsük ezt az első 30 évet így az elejének, addig ugye elsősorban arra fókuszáltam, hogy itthon erősödjön ez meg. De most már viszont a kollégáim feladata elsősorban a, a nemzetközi kapcsolatépítés. Hát az amerikai Egyesült Államokban nagyon sok segítséget kaptam. Um, egyébként, ha már itt szabad megemlíteni, akkor a Daniel Stockholz és az Örvináltman Altman nélkül nem ülnénk itt, tehát hogy ők elképesztően. Ők az atyai, a ők az atyai ennek az egésznek, és nagyon jó ilyen idősebb támogatói-baráti viszonyban vagyunk, és rendkívül támogatóak. De most azért, hogy már ez így céljel menjen Európában, mert ott azért vannak szorványosan kapcsolataink, azokat most már ősítik a kollégák, úgyhogy persze együttműködünk nemzetközileg is a beszélgetés mondjuk a utolsó negyedéhez értünk, szépen lassan. Beszéljünk a, a, környezetről egy más megközelítésben, hiszen ugye a környezet pszichológia kapcsán azért gyakran a minket körülvevő éghajlatra, klímára gondolnak. És itt ugye bejön két olyan fogalom, amelyet gyakran hallani manapság, a klímaszorongás és az ökogyász. A klíma szorongás, mint olyan, az, hogy létező fogalom, azt nem is vitatjuk, hiszen ezt nagyon gyakran, nagyon sokszor gyerekek egyébként már átélik. De mit tud kezdeni ezzel egy környezetpszichológus, az ő dolga -e egyáltalán, hogy ezzel a témával foglalkozzon, és itt akkor egy egy per egyes terápiás kezelést kell elképzelni, hogyha valaki mondjuk szorong, vagy itt is más jellegű megközelítés az, amit alkalmazni kell. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés szintén, tehát itt, a, ahogy az előbb is említettem, ez így, itt nem három, hanem két ága van tulajdonképpen a környezetpszichológiának. Nálunk ez az épített környezetes, amiről eddig beszéltünk, ez volt a történetileg első, de hogy azért nyilván nem vagyunk vakuk és süketek az ökológiai problémákra sem. Úgyhogy ilyen fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozunk, vagy környezetvédelmi tanácsadással is. Egyrészt ennek vannak, van rengeteg ilyen elemi mechanizmusa. Tehát akár az, hogy akár ez, én mindjárt rátérek a szorongásra is, vagy ezekre a patológiásabb vagy problémásabb esetekre, de hogy ez akkor is, hogyha nem kanalizálódik át problémába, akkor is okoz egy megküzdési, nehézséget. Amikor ilyen meleg van, akkor egyszerűen másképp látunk, másképp tudjuk tartani a személyes távolságot, másképp közlekedünk, tehát hogy ez minden más. Ez minden minden más. más. Tehát, hogy nem csak annyi van, hogy melegünk van, hanem hogy ez a hosszabb távon a mindent befolyásol. De ugye ennek vannak magasabb, vagy hogy ilyen, hát nem tudom, foglalkozni kell vele szintjei is, és hát említetted az ezt meg az ökoszorongást, van ezen kívül még elég sok, tehát nagyon sokféle úgynevezett ökoérzelem van, amiket egyébként ilyen pszichoteresztiális szindrómák néven szoktunk összefoglalni. Tehát, hogy most már van ennek egy olyan összefoglaló neve, hogy a földdel, a klímával, a föld jövőjével, az emberi faj jövőjével foglalkozó érzelmek köre. És ebben ott van az ökobénótságtól kezdve az ökoreményen át. Tehát egy csomó ilyen öko előtagú, ökobánat, öko, a szolasztalgia, ami ugye arról szól, hogy a, a nostalgia azok a régi jó telek, amikor <hým> még volt hó, meg amikor volt még tavasz, meg ősz. Tehát, hogy ez a fajta ilyen hiányérzet a, jelenlegi klimatikus viszonyokkal kapcsolatban. De valóban a legnagyobb hangsúlyt az ökoszorongás szokta kapni, mert az, az elég, eléggé megnyilvánuló. Tehát, hogy az megdöbbentő, hogy tényleg főleg a fiataloknál ez explicit. Tehát, hogy minek szülni gyereket, ha 30 év múlva nem lesz ma ember. Mm. Ez, ez Konkrétan ilyen jellegű cérdések. kérdések fogalmazódnak meg abban, aki szorong. Spontán. Így van, így van, így van. Ez ugye az ökoszorongásnak hát fajta definíciója van, de mondjuk a legkézzelfoghatóbb az az, hogy a, hogy a beláthatatlan, illetve a viszonylag hamar elkövetkező beláthatatlan következmények feletti szorongás. Tehát egy, a szorongás meg a félelem között az a különbség, hogy a félelem az egy konkrét tárgya vonatkozik, tehát félek attól, hogy a szorongás meg így nem tudom, valami, valami borzasztó fog történni. Igen, igen, igen. És ugye ráadásul egy csomó bizonyíték van, tehát aki most már tagadja a klímaváltozást, ez nem mozgott még kint az utcán igen. most. Tehát ugye ez tényleg nagyon nehéz most már eltagadni, és hát hogy ezzel mit tudunk csinálni, részben tudományos kommunikáció van erről, hogy tényleg rövid az idő, tehát egy csomó olyan dolog van, amit az ember úgy él meg, hogy egyénként én vajon mit tudok tenni ezért egyrészt. Ja, van az ökobűntudat, ugye, amit a mi generáción kap, a fiatal hogy ezt ti el. Aha. Tehát nagyon sok minden van, itt ilyen személyközi viszonyokat is meg tudja rontani akár, hogy ez a, ez a tibajot, tibánat, így, ti jött ti ti csináltátok ezt. Tehát, hm. hogy tényleg nagyon áthatja az életet. Ami itt az érdekes, az egyik az, hogy az ökoszorongásnál nagyon sokat gondolkodnak, vagy ennek kapcsán, hogy biztos-e, hogy jól beszélünk erről a témáról. Mert amikor arról beszélünk, mondjuk, hogy klímaválság, akkor az hát az úgy elég jó, de hogyha azt mondom, hogy felmelegedés, globális felmelegedés, akkor lehet, hogy azt élem meg, amit a taxisofőr nem ez, aki most idehozott, hanem egy másik, azt mondta, hogy hova mely erről fogok beszélni, kérdezte, hogy miről, és mondta, hogy jó, hát az ami a mi baj, hát nem kell a gyereknek ótaposó. Tehát, hogy ez egy enyhe kifejezés, ha meg azt mondom, hogy klímakatasztrófa, akkor megfokozom az ökoszorongást. Hogy azt uh -huh. kell mondjam hogy egyébként, hogy a médiának ebbe elképesztő szerepe van. Jó sok ö, tudást kéne közösen generálnunk erről, hogy, hogy kell kommunikációnak jól beszélni. a kommunikáció, a megléte így hiányzik, van, így akkor így van, ez a Így van, ezt nagyon jó lenne valahogy a helyre tenni. És hogy a szorongás se lehet, hogy jó a kifejezés erre, mert ugyan minden igaz arra, hogy ez egy ilyen testetlen, szabadon levegő, nehezen ö, megbirkózható valami, de úgy találják a kutatások egyre inkább, és ez egy ilyen jó lesz a végére, hogy az ökoszorongás abszolút, hát most lehetősítve hasznos abból a szempontból, hogy az egyetlen ökon, olyan ökoérzelem, ami cselekvése indít. Tehát, hogy amíg azok, Te hogy az ők, Ez okoz? nem, nem uh -huh. hanem indíthat cselekvésre, és hát jó esetben nem arra, hogy a van gogot lehessen mustára, hanem hogy valami olyasmit gondoljak végig, ami egy észszerűsítés, hogy elfogadjam, hogy én egyénként tudok tenni ezért, akár döntéshozók befolyásolása, vagy olyanok választása, akik, tehát hogy egy csomó lehetősége van az egyénnek. Úgy szoktunk fogalmazni hogy a tétlenség sárkányait, ez a, és a, a, a nem jut eszembe a másik, a tevékenység méhecskéi állnak egymásra szemben, és hogy a, a tétlenség sárkányait, ez az ökoszorongás, ha ügyesen van, tehát ezt nem megszüntetni kell, tehát nem olyan, mint ez egyébként a bármilyen szorongás, hanem hasznosítani, az. és ez egy új kihívás a pszichológia felé. És ez akkor a környezetpszichológus, dolga, vagy akkor ő kerül, vagy ti, vagy te kerülsz szembe azzal a konkrét kérdéssel, hogy akkor, akkor megpróbáljuk cselekvésbe átfordítani? És ez hogy hogyan kell, igen, ez egy szép kihívás. Van nyitottság erre? És sokan küzdenek akkor ezzel a, ezzel a... Sokan, el? igen, igen, és hát az első feladat az nyilván az, hogy megállapítsuk, hogy ez valami helyet van-e. Tehát, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy nem rögtön el kell rohanni, fától eltetni az emberrel, mert nem biztos, hogy az szorongás nem valaminek. A... Ugye a szorongásom most mondtam, hogy ilyen szabadon lebegő érzelem, és lehet, hogy amikor én elkezdek, most ez egy hagyományos szorongás fogalom, hogy amikor elkezdek közlekedés fúbiás lenni, akkor valójában nem a 47-es villamostól rettegek, hanem attól, hogy milyen lesz az az élethelyzet. Tehát, hogy egész más az alap, és más talált meg ez a szabadon lebegő szorongás ezzel. És először azt kell tisztázni, hogy amikor az ökoszorongás megjelenik, akkor ez nem valami mást fedele. Uh -huh. És akkor, akkor a hagyományos pszichológiai terepen vagyunk, akkor ott el kell indulni valamiféle terápiás folyamatnak. Ha az ökoszorongás tényleg ökoszorongás, akkor mindenképpen valamilyen módon be kell őt kanalizálni valami környezetvédelmi aktivitásba. Ez bármi lehet, a szemetet szedektől kezdve, az akár még. Sok ilyen van egyébként. És akkor a helyére kerül nem szűnik meg, ez nagyon fontos, tehát ezt nem megszüntetni kell, ezt használni kell, mint egy ilyen energiát. Az jutott eszembe, hogy egyébként mennyire szorosan összefügg tényleg a, a, a környezet ilyenfajtán vett jelentése, tehát a klíma, az éghajlat, ami minket körbe, kör, kör, körbevesz, meg az épített fizikai környezet, hiszen ha most csak az ember vidékre látogat, azt látja, hogy a fügefa az, ami virágzik, és nem a szilvafa. Egy ott élő gazda, aki nem ember szocializálódott, egyszerűen nem érti azt, ami őt körülveszi, hogy kiégett a fű, hogy nem nő, hogy augusztusba kell szüretelni, nem októberbe. Tehát egy csomó olyan dolog hat a lélekre, amelyet akkor valahogy a környezet oldaláról kell megfogni, és hát akkor velük elfogadtatni azt, ami, amit egyébként gondolom nehéz elfogadtatni. Hát tehát szép ez egy nehéz... jártunk itt be, mert hogy itt visszajöhetünk oda, ez nem magyar vizsgálat, hanem Ausztrál, de hogy ehhez kapcsolódik, hogy amikor ott a nagy tüzek lezajlottak, akkor egyszerűen például az Ausztrál falmerek konkrétan nem csak, hogy nem értették, hogy identitásválságba kerültek, hiszen ő évtizedek régi-régi idők óta úgy definiálja magát, hogy én egy Ausztrál farmer vagy. És most Ausztrál, mi vagyok? Tehát, hogy egészen, egészen mély, egészen pici hatásoktól, egészen társadalmi népcsoportok identitása. Tehát ezek az egész dolgok nyilván sokkal jobban érintik az amúgy is kitett populációt. Tehát mit fog kezdeni egy fogyatékkal élő, egy mentális probléma, hogy a szélsős egy hajléktalan ember, tehát hogy oké, okay, lehet, hogy nem fog fázni, nem akarok ironizálni, de egy csomó minden másban sokkal nehezebb lesz a megküzdés. Tehát az általában a diverzitás tekintetében is újra kell gondolnunk ezt az egészet. Szóval ez egy én azt gondolom, én nem akarok ilyen hangzatos szavakat itt a vége felé, de mégiscsak ezt kell mondani, hogy ez a 21. századnak az egyik legnagyobb problémája. És odáig, vagy a hanem a legnagyobb. Nem Mert hogy a, a környezet a, a és környezet. az ember viszonya. Mert odáig juthatunk, hogyha elfogy a víz, elindulnak az emberek oda, ahol van víz. És akkor nem a 300 plusz 600 fő dilemmáját fogjuk megélni. Hát milliókra, és teljesen más kultúrák jönnek. És jó, oké, volt már népvándorlás, meg szüntek, meg fajok. Itt egyébként az emberiségnek nem tudjuk, mi lesz. Nem Igen. a föld szűnik meg, hanem nem tudjuk. De hogy, tehát ezek nagyon-nagyon nagy mértékű dolgok, ami befolyásolni fogja, hogy hogyan kell építkeznünk. Tehát, ahol ennyire sok más kultúrával rendelkező ember jön, meg egy afrikai létmódból jön ide Európába, a kicsi Afrikába, akkor itt mi fog történni? Mi van azzal, aki megszokta azt, hogy így él, és mi van azzal, akinek itt kell alkalmazkodni? Hm. És nem három emberről van szó. Még a jövővel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, de előtte tényleg csak azt is szumázni, hogy mennyire komplex és, és, és iszonyatos tudást igényel a, környezet környezetpszichológia ilyen folytán. Tehát tényleg, mert, hogy, mert hogy, mennyi az építészettől kezdve a dizájnon át, a a, 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 klimatológián, nem, tehát egy csomó olyan terület van, amelyben nektek valamilyen formán képzetnek kell lenni, hiszen nem tudtok hozzányúlni akkor az egyénhez, a mikro vagy a makro környezethez. Nem is egyedül csináljuk, hanem ezekkel a ezekkel a, a, így van. tehát akkor már ott is van Abszolút. egymás egymásra találás. Tehát mondjuk egy tudatos várostervező, az már a tervező fázis vagy, a tervezés fázisban felveszi veletek a kapcsolatot. Van, így van, pontosan. És tudatosabbak már az emberek akkor ilyen formán. Igen. Aztán, hogy ebből nyilván ez egy csomó lépcsőn átmegy, tehát, hogy mire kap pénzt, hogyan történik a döntéshozói szinten a megvalósulás az mindig macerás. Az szintén nincs nálunk ezzel kapcsolatban varás de a dolog elindult, azt gondolom, vagy hogy inkább már azt gondolom megy. És akkor így zárásként, te milyen jövőt vizionálsz a környezetpszichológia tárgy körében? Azt látjuk, hogy ugye az elmúlt években, ahogy te tulajdonképpen az alapokat itthon Magyarországon lefektetted, ez elképesztően szépen kivirágzott, ugye elmondtad, hogy már három lábon áll, a kutatástól az oktatáson át, a gyakorlati felhasználáson keresztül minden nagyon szépen működik. Hova tud majd fejlődni még ez a, ez a, ez a tudományág? Hát azt gondolom, hogy egyrészt még van hova, tehát hogy ezeken a területeken tehát nem értünk el mindent, nem mondhatjuk, hogy itt van a Kánaán, tehát ez azért lehetne még általánosabb, lehetne legalább olyan alapon dönteni sok kérdésben, hogy legalább meg beszéljük ilyenfajta szakemberrel, és akkor nem evidens módon döntjük el a... Nem Melyek tudom, azok a területek, amelyekben ki kérhetnék, de nem kérik. Közlekedés? közlekedés? például. Hú, és hát is mennyire. Persze. Tehát egy csomó dologban lehetne még, akár de az irodaház üzemeltetésből sem elég, azt gondolom, tehát hogy lehetne még sokkal többet ezen segíteni. Én nem munkát akarok magunknak, mert van. Tehát, hogy tényleg nem azért de ne, voltam, ez nagyon hasznos, hogy hanem, elmondani. hogy, hogy úgy érdemes, és hát nagyjából, nagyjából tényleg mind, hát sosem vagyunk környezetnél tehát hogy az iskoláktól kezdve, és ezek csak intézmények, de hogy na minden, minden ilyen ügyben lehetne, mindenhol lehetne ilyen fajta egyébként, tehát nem én vagy mi, hanem hogy olyan tudással rendelkező ember, aki ehhez hozzá tud szagolni és föl tudja tenni a kérdését a tényleges szakembernek. És hát azt gondolom, hogy ebben még kell fejlődnünk, vagy hogy így érdemes tovább beszélgetni, barátkozni más szakmákkal, a laikusokkal. A laikusok is nagyon sokat kérdeznek. Nagyon sok ilyen fórumra megyünk, és akkor beszélgetünk erről. És hát azt vizionálom, hogy hogy ez a dolog egy kicsit eljelentéktelenedik, tehát nem lesz ennyire, ennyire unikum. Az volna a nagy vágyam. Hogy a, a legtermészetesebb a dolog, hogy tíz év múlva, ez nem tíz év múlva még nem, de hogy mondjuk 15-20 év múlva ez már ne legyen ilyen különös. Tehát, hogy így, ú de érdekes. Ez már uh -huh. így, oké, okay, legyen érdekes, de hogy legyen a mindennapi rutinunk része. Ezt szeretném. Ezt kívánom neked. És hát remélem, hogy a mi magunk kis eszközével akkor hozzá tudtunk ahhoz segíteni, vagy tudtunk azon segíteni, hogy egy picit akkor az emberek fejébe is körvonalazódjon, hogy a környezetpszichológia mivel is foglalkozik. Elképesztően komplex. És, és, hát nagyon nagy szükség van rád, és a szakemberekre, akik, akik köszönöm. hát tulajdonképpen rajtad nőttek fel itt Magyarországon, és hát még hosszú-hosszú évtizedeken kívánom, keresztül kívánom, hogy ez így is legyen. Köszönöm szépen, Andrea, hogy itt voltál, nagyon köszönöm. élveztem a beszélgetést. Én is. És nagyon szépen köszönöm nektek is a figyelmet, hogyha esetleg lemaradtatok a beszélgetés elejéről, akkor te kerjetek vissza, érdemes mindenképpen azt a részt is megtekinteni, és hogyha már ott vagytok a fórumon, vagy ezen a felületen, akkor mindenképpen nézzétek meg a korábbi beszélgetéseinket is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!